Vezet a Fidesz 51%-kal a pártok versenyében az őszi parlamenti ülés szakkezdete előtt a Nézőpont Intézet legfrissebb közvéleménykutatása alapján. Az elemzésből kiderül, hogy szoros verseny alakult ki a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom között, a legerősebb ellenzéki párt címéért folyó küzdelemben, amelyben a Momentum is továbbra is lemaradásban van. Elemzés következik, Tita Nilla. Rotyis Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője a vendégünk, a következő vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit mutatnak a számok, hogyan állnak a kormánypártok, és ami még érdekesebb, hogy hogyan viszonyulnak ezek a számok a korábbi februári közvéleménykutatások eredményeihez? Hogyha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy így a őszi politikai szezon kezdete előtt a Fidesz-KDNP továbbra is torony magasan vezet. Kijelenthetjük, hogy az elsőbséget tekintve jelenleg nincs verseny Magyarországon, ugyanis minden másik szavazó továbbra is Fidesz-KDNP szavazóként határozza meg magát, és hogy lássuk ennek a mértékét, a második legerősebb párt, a Demokratikus Koalíció mindössze 10%-on áll, tehát egy 41% pontos különbség van a első, illetve a második helyzet között, és ebben a tekintetben jelentős változás februárhoz képest nem történt. Annyit azért hozzá kell tenni, egy kicsit az adatok mélyére lássunk. A Fidesz-KDNP táborán belül egy nagyon pici elbizonytalanodás azért látható, egy 5%-os csoportról beszélünk. Ők olyan személyek, akik feltételezhetően a Fideszre szavaznának, viszont ez a fajta elbizonytalanodás, ez nem egy negatív tendencia ként kell értelmezni, vagy nem szabad úgy értelmezni, ugyanis ez a aprócska tábor, ez egyrészt nem másik párthoz kerül, tehát ők továbbra is a egyéb preferenciáik alapján Fidesz-KDNP-sként határozzák meg magukat. Másrészt az ő esetükben azért meghatározó lehetett a háborús, illetve szankciós infláció, illetve a ennek következtében kialakult reálbér kereseteknek a csökkenése. Viszont ezek mind olyan egyébként negatív, nyilván negatív gazdasági tényezők, amiken a kormány nagy erőkkel dolgozik, olyannyira, hogy idén ezeket a negatív jellemzőket várhatóan sikerül is egyrészt mérsékelni, másrészt visszájára fordítani. És ami szintén nagyon fontos, mert bár a Fidesz-KDNP pozíciója nagyon erős, azért van egy nagyon komoly verseny alsóbb szinteken, és pontosabban az ellenzéki szinteken. Ugye itt nagyon fontos, a DK továbbra is első helyét a baloldali pártok versenyében megőrizte, tovább is vezető pozícióban van, viszont felnőtt hozzá a Mi Hazánk. És a DK, amely... mintha egy 2%-ot gyengült volna most. Igen, gyengült egy 2%-ot. Ennek azért közel lehetett az, hogyha megnézzük, azért nyáron az ellenzéki pártok gyakorlatilag eltűntek a nyilvánosságból. Gyurcsány Ferencék is elmentek nyaralni a Balatonra, tehát ők se a politikával töltötték az idejüket. Ők sem tudtak a nehéz idők ellenére új szavazókat magukhoz csábítani, sőt, azzal, hogy a Mi Hazánk immáron elérte a 9%-ot, egyfajta verseny alakult ki az ellenzéki oldalon, és bár maga a DK, illetve a Mi Hazánk más-más szavazótáborra lő, viszont ebből következően azért az elsőbségi helye a DK-nak már közel sem olyan stabil, mint korábban volt. És hát a korábbi nagy versenytársa Momentum, bár tudott javítani a februári adatokhoz képest, de továbbra is 8%-on áll, tehát jól láthatóan ő azért lemaradásban van, olyannyira, hogy a baloldali pártokkal kritikus kétfarkú kutyapárt szintén 8%-on van a Momentum mozgalommal, ami azt jelenti, hogy továbbra is azért a baloldali szavazók körében egy nagyon komoly kritika van a hagyományos baloldali pártokkal szemben, keresik azt a pártot, amelyik nem a hagyományos baloldali pártok soraiba kerülhető. Van még egy érdekesség itt az ellenzéki oldalon, hogy mérhetővé váltak az utóbbi időszakban, hát nagyon frissen létrejött formációk, ugye Jakab Péter a Néppártján elnevezésű csapata vagy formációja, illetve Márki-Zay Péter pártja is szerepel már ebben a közvéleménykutatásban.
A baloldali szavazótábora már régóta jellemző, hogy nincsenek nagyon elköteleződött szavazótáborok, talán a demokratikus koalíció a kivétel, viszont a baloldali szavazók azok mindig keresik az újabb és újabb pártokat. Jakab Péter, illetve azért Márki-Zay Péter is ennek köszönhetően érhetett el 3, illetve 2%-ot, viszont azért az ő esetükben nagyon kérdés, hogy ebből a alacsony támogatottságból azért ki tudnak-e törni. Jelenleg azért az ő esetükben komoly növekedési potenciálra egyenlőre nem lehet számítani, és hát azért továbbra is 5% alatt állnak, tehát nagyon sokat kellene azért ahhoz javítaniuk, amikor a jövő évi választások alkalmában egy olyan eredményt tudjanak felmutatni a pártjuknak, mondjuk a túlélését, a hosszú távú túlélését biztosítaná, és azért szintén nagyon érdekes, és ezt hozzá kell tenni, hogy bár Karácsony Gergely ugye nagyon aktívan politizál, viszont a pártja, a Párbeszéd az, hát mondhatjuk ez stabilan 0%-on áll, tehát gyakorlatilag egy olyan pártnak egy emblematikus figurája, aminek gyakorlatilag nincsen szavazótábora. Nagyjából egy percünk marad, de hogy látja azt a kérdést, hogy ugye most ott van a Fidesz-KDNP-nek az oszlopa is mellette, ott van az ellenzéki oldalon, most már egyre több kis színes oszlop van a közvéleménykutatásokban, egyre több a párt, egyre jobban szétaprózódik az ellenzéki oldal, hogy ez hova vezethet, hogy a választásokon ennek milyen hatása lehet, hogy ilyen sok kisebb formáció méretteti majd meg magát? Az 5%-os pártok minden bizonnyal arra fognak törekedni, hogy egyedül induljanak, hogy ezzel úgymond a saját pozíciókat megőrizzék, viszont az 5% alatti pártok, mint az LMP, a Párbeszéd, Márki-Zay Péter, illetve Jakab Péter is végső soron abban lenne érdekelt, hogy valamiféle újabb összefogás legyen, mert azért azzal a támogatottsággal, amikkel jelenleg ők rendelkeznek, gyakorlatilag egy életveszély lesz a jövő év, hisz mégis azért az európai parlamenti választásokon legalább egy 5%-ot fel kéne mutatni, és az ő esetükben az, hogy ezt maguktól meg tudnák lépni, erre nagyon kicsi az esély. Rogyis Bálintnak köszönjük szépen. Köszönöm szépen.